Köszöntök minden kedves nézőt, én Dani vagyok, és ez most itt egy újabb Forma 1 2017-es videó, egy újabb karrier epizód, amit már rengetegen vártatok és hiányoltatok. Ahogy láthatjátok, ez az epizód egy kicsit talán hosszabb, mint szokott lenni, de ez nem azt jelenti, hogy unalmas lesz, hanem pont az ellenkezőjét, mert hú, itt aztán brutális versenyzést fogtok látni az én kommentálásommal. Gyorsan végigmutattam a setupomat, ahogy szoktam, ha valaki tényleg érdekel az ilyenkor, tegye be a YouTube-ot 0,25-ös tempóra, állítgassa meg, írja fel valahova, mert ez a setup jó TT-ben, jó versenyen, online, offline, minden autóval. Láthattátok, ahogy fejleszgetem az aerodinamikát, és a szabad edzéseken idősebb motorokat használok, de a versenyre ezennel nem felejtettem el visszarakni a frissebb erőforrásaimat. Azt is megmutattam, hogy az összes szabad edzés programot megcsináltam lilára, de most már az időmérőn futott leggyorsabb körömön vagyunk, mert tényleg nem akarom tovább húzni az időt. Ha valakit érdekel, hogy például a gumikímélést vagy az üzemanyag spórolást hogyan kell jól megcsinálni, az nézze vissza az előző két epizódot, azaz a 8. vagy a 9. részt, mert abban ezekből egy-egyet programot megmutattam. Viszont, ami még egy nagyon fontos dolog, és az időmérőn futott leggyorsabb köröm alatt, ami mellesleg egy elég jó kör volt, el szeretném mondani, az az, hogy megint találkoztam több olyan kommenttel is, hogy gyakrabban csinálj karriert, hol a karrier, és stb. Ezzel semmiféle probléma nincsen, de ahogy egy vlog videómban is egyszer elmondtam, nekem sajnos nincs annyi szabadidőm, hogy minden nap vagy minden második nap feltöltsek egyet, mert ezekkel rengeteg munka van. Ezt az epizódot például 4 órán át vágtam, és ezt nagyon remélem, hogy érzékelni is fogjátok, mert szerintem nagyon jó lett, és ezen felül gyakorlásnak mentem előtte fél órát, megcsinálni a hétvégét a visszajátszás visszanézésével együtt, hogy többszöget is láthassatok majd a versenyen, még 2 óra volt minimum, szóval egy ilyen epizódban több mint 6 munkaórát bele. Ez nem panaszkodás, hihetetlenül élvezem, és bárcsak ez lehetne a munkám, de értsétek meg, hogy ezek mögött a dolgok mögött ez áll, és éppen azért nagyon szépen szeretnélek megkérni titeket, hogy jelzésként csapassatok már akár itt rá egy lájkot, mert a következő epizód 400 lájk elérése után lesz valamikor feltöltve. Miután elmondtam mindent, láthatjátok, hogy a mért körömön vagyunk, és az utolsó szektort kezdem meg, és itt egy kicsit szélesre is futok, de ezzel inkább vesztettem, mint hogy időt nyertem. Alapból nem volt ez egy rossz kör, és nagyon-nagyon stabilnak és jónak éreztem ezt a Haas Ferrarit, amit furcsálottam is, mert a gyors kanyarokba szenvedek általában a top csapatokhoz képest, és nyilván az a két top csapat megelőzött az időmérőn, ahogy szokott, és az 5. helyre kvalifikáltam magam, de én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy ezen a pályán a Red Bullok elé értünk fel. Ami azt jelenti, hogy megint jó volt az autóbeállításunk, megint jó volt az én teljesítményem, és ahogy láthatjátok, én nem nagyon húzom tovább a szót, a verseny napjára is ugrunk. Felsorakozzunk a rajtrácsra, és az időjárás száraz, pedig nagyon-nagyon reménykedtem egy kis esőben, mert ugyebár még a 3. epizódot, azaz a kínai nagydíjat esőben nyertük meg, ami egy nagyon-nagyon szép dolog, de most száraz az időjárás, szóval a teljesítményünkre kell majd hagyatkozni, de hosszabb távon általában gyorsabb szoktam lenni, mint egy körön az AI-hoz képest, szóval ha 5. helyre kvalifikáltam magam, akkor hittem benne, hogy még akár egy dobogó is összejöhet. Ahogy láthatjátok, kialusznak a piros lámpák, és én egyből el is rajtolok, és nem volt egy rossz rajtom, de Raikkonen a 3. helyről miért rajtolt, átvette a vezetést, én lerajtoltam közben Hamiltont, és bejövök Bottas mellé, de neki lesz itt a belső ív, a jobb ív, mert jobbos a következik, de utána egy bal kanyar következik, a 3. kanyarja a pályának, és itt Bottas kicsit próbálom kiterelni, de meghagyom neki az egy autónyi helyet, nem akarok vele összeérni és kipörögni valahova, és itt támad vissza engem a szélárnyékba, de most is elég kicsi szárnyálásokkal megyek, és mindent rácsavarok az autóra, Richmondsbe berakom, és megvan már rajt utána a 3. hely, magyarul ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy dobogós céljainkat elérjük, ahhoz már is nagyon-nagyon jó úton vagyunk, mivel 3. helyre feljöttem egészen az 5. helyről, és a dobogós helyezést itt nagyon-nagyon elvárom, mert az AI-tól időmérő láthatátok, hogy csak 4 tizedre voltam, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, mert versenyen általában közelebb szoktam lenni, vannak olyan dolgok, amikor nem, mert amikor például rossz az autó beállításom és az autó hátulja megy mindenfele, akkor nyilván nem tudok olyan közel maradni, de hogy láthatjátok itt ezen az S részen is, a Magoc Becketts részen is, ez nem is igazából egyes, ez nagyon-nagyon sok S, nagyon-nagyon jól eljöttem, és Bottas nem tudott hozzám olyan közel maradni, nyilván a szélárnyék is őt nagyon-nagyon hátráltatja ezekben a gyors kanyarokban,
de azt is láthatjátok, hogy a Ferrari már húznak el előlem, és már több mint másfél másodperce van előttem Sebastian Vettel, aki már itt nézelődött Kimi Räikkönen felé, aki hiába rajtolt nagyon-nagyon jót, biztos, hogy támadásokra számíthat Sebastian Vetteltől. Viszont nézzük vissza a rajtot, mert tényleg történtek dolgok, Kimi Räikkönen kameráját láttuk, aki hatalmas rajtot vett, brutális, amit csinált a jégember, valószínűleg most nem aludt el a kamionba fél órával rajt előtt, és ez nagyon-nagyon sokat segít a reakció időkben. Itt, ahogy láthatjátok, én is ott voltam a második kanyarnak a külső ívén, és támadtam Bottast már kívülről, és a következő kanyarban enyém volt a belső ív, szóval meg tudtam előzni. Itt közben még az első körben Roman Grosjeant láthatjuk, ahogy szintén próbál pozíciókat nyerni, és megelőzi az egyik Renault-s kollégát, aki szerintem nem más lesz, mint Nico Hülkenberg, nem tudom, hogy látunk-e tőle is majd kamerát. Igen, ez Nico Hülkenberg, és mellette ment el Roman Grosjean. Ahogy láthatjátok, most kiírom a neveket, hogy nekem is könnyebb dolgom legyen. A második körbe érve, közben kicsit megabotlottam a nyelvem, Bottas nagyon-nagyon közel van hozzám, és hatalmas nyomást helyez rám, én épp ezért lecsúszok az ideális ívről, és nem nagyon hagyom el a pályát, de ez bőven elég volt a nagyobb tapadással rendelkező Mercedes számára, hogy engem megelőzzön, ami egy nagyon-nagyon szomorú dolog, mert így már sokkal nehezebb lesz a dobogó elérése, de még hosszú ez a verseny. Ugyebár én egy kiálláson vagyok, egy szuperlágy lágyon, amit szintén megmutattam a verseny elején, míg az alapvető beállítás az egy szuperlágy médium lett volna, szóval talán a lágygumin majd, ha az AI médiumot rak fel a kiállásuk után, azzal is gyorsabbak lehetünk, és ezen kívül bízom abba, hogy ahogy az előző két epizódban talán a Mercedesek most is két kiálláson lesznek, vagy legalábbis az egyik, mert a Ferrari az biztos, hogy egy kiálláson lesz, annak nagyon-nagyon jó a gumikémlése, de a Mercedes az bizony két kiálláson szokott lenni, és ez a pálya tipikus olyan, hogy nagyon-nagyon necces az egy kiállás. Ahogy már elhintettem, hogy Räikkönennek nem lesz könnyű dolga, Vettel kicsit morci volt, hogy így a jégembernek ilyen jó volt a reflexe, szóval meg is támadta, és már a negyedik körben vagyunk, ha jól emlékszem, nyitja Sebastian Vettel a DRS-t, és kívülről próbál támadni, nem, belülről támad, bemegy a jégember mellé a belsíven, egymás mellett van a két Ferrari, gyönyörű képek, és Kimi Räikkönent megelőzte Vettel, aki még itt van a belsíven, de Vettel itt jobban gyorsított ki az előző kanyarból, szóval meg tudta tartani a pozícióját, amit megszerzett az előző kanyarokban, és ezért az élen újra pozíció csere történt, ugyanis megelőzték a jégembert, megelőzték Kimi Räikkönent, és második helyre esett vissza az első helyről, és Vettel vezeti a futamot. A negyedik körben vagyunk már, magyarul az az előzés a harmadik körben volt, és ahogy láthatjátok, ahogy Bottas tette, Hamilton is tol le engem a pályáról, és itt kicsit le is csúszkálok a csúcspontokról, és ez pont az az eset, amit mondtam, hogy hiába viselkedett nagyon jól az autóm az időmérőn, versenyen kicsit necces volt ez a dolog, mert nem éreztem, hogy jó legyen a tapadásom, és bejön mellém Hamilton belső ívre, integetünk is egymásnak, össze is érünk egy picit, visszajövök, újra integetek, vezessek már a rohadt életben, ne integessek, még mindig egymás mellett van a két autó, de itt sikerül megtartanom még a pozíciót, nagyon-nagyon kemény védekezésen vagyok túl, nagyon-nagyon a határon mentem, párszor majdnem elvesztettem itt a kanyar közben az autó hátulját, amit talán így videóról annyira nem érzékeltek, de láthatjátok, hogy most is Hamilton toll le a pályáról, de az a mázlim, hogy itt a DRS zóna előtt ez az S rész, ez egész jól ment, egész szépen kihasználtam mindig a pályát, hogy láthatjátok, így vonaltól vonalig megyek, éppen kicsit meg is csípem a füvet, és ezekben a gyors kanyarokban nagyon-nagyon nehéz követni egy előtted lévő autót szélárnyékba, és az első szárnyom az 1-es, ugye azért, mert 11-es a ballasztom is, ekkora ballasztom már nagyon-nagyon túlkormányzat lenne az autó, ha magasabb lenne az első szárnyom, de úgy láthatjátok, itt ezen az egyenesen végigérve újra Hamilton teljesen ráesik az autóm hátuljára, és kezdődik minden előről, és csak próbálok a lehető legjobban menni, próbálok kigyorsításokon nem hibázni, mert ha egyszer is elvesztem majd az autó hátulját egy kigyorsításon, akkor valószínűleg nagy baj lesz, és itt már kellett volna vennem a mondat közben egy levegőt, amit én elfelejtettem, mert már mostan nagyok az izgalmak, de garantálhatlak rólatok benneteket, erről nem tudom, hogy kell ragozni ezt a magyart, hogy ennél még nagyobbak lesztek. Ahogy láthatjátok, Valtteri Bottas is megtámadja Kimi Räikkönent, aki esik vissza Vettelhez képest is, most kívül próbálkozik, és a következő kanyar egy jobbos, ami neki kedvez, kicsit rá is rakja a fűre, a finn még próbálja kívül ott tartani az autóját,
itt még előtte is van Bottasnek, de a Mercedes erőforrása egy picivel még mindig erősebb, mint a Ferrari, és elmegy a Finn a másik Finn mellett. Ilyenkor egy Kimi Räikkönen és Valtteri Bottas csatában nem érdemes azt mondani, hogy az egyik Finn meg a másik Finn, mert mind a kettő Finn. Itt vagyunk már a hatodik körbe, ahol Hamilton szokás szerint támad engem, még mindig nagyon-nagyon közel van, de ahogy láthattátok, az előző kört ki tudtam védekezni. Össze-vissza beszélek, de csak azért, mert izgatott vagyok, és hát Mónika, hát idegállapotban vagyok, hát ez van. Itt is próbálok újra jól kigyorsítani, hogy láthatjátok, a nyíl teljesen frusztrál engem, hogy ott van, és már Kimi Räikkönen, aki ugye a harmadik helyre visszaesett a Bottas-szal való csatája után, 3,7 másodpercre van előttem, szóval egyáltalán nem tudjuk tartani a lépést, és Hamilton úgy gondolja, hogy nem jó az, ha így be van szorulva mögém, szóval azt választja, hogy kijön a boxba, ami az a döntés, amit szerintem megint nagyon elrontott, mivel ez azt jelenti, hogy két kiálláson lesz, és igen, ugyanis újra szuperlágy gumit rak fel, ami azt jelenti, hogy valószínűleg forgalomba is fog visszatérni, és azt jelenti, hogy biztos, hogy két kiállása lesz, és az egész versenynaptárban ezen a pályán a legeslegosszabb a box, szóval ha kétszer kimész, akkor az nagyon-nagyon nem éri meg, mert 30 másodpercet vesztesz, és annyit nem lehet visszanyerni, és ahogy láthatjátok az érről, pár körrel később Vettel is kiment a boxba, és így most Valtteri Bottas vezeti a versenyt, és Kimi Räikkönen a második, aki egyáltalán nem maradt róla le, szóval a jégember úgy látszik, hogy felébredt, vagy ráordított a versenymérnöke, vagy valami biztosan történt, mert úgy látszott, hogy a rajt után nagyon-nagyon jó volt, aztán első helyről visszaesett a második helyre, aztán másodikról visszaesett a harmadik helyre, de most újra úgy látszik, hogy nyitja a TRS-t és próbálja támadni Valtteri Bottas, de nyilván a Ferrari erőforrásával nagyon-nagyon nehéz ilyen távolságokból megelőzni egy Mercedes-t. Úgy láthatjátok, már a tizedik körre ugortunk, amikor az én gumiim is elkezdtek fogyni, és már az első helyen voltam egyedül, ugyanis az AIK, az összes AIK kiment már a kilencedik körbe a boxba, szóval én is úgy döntöttem, hogy kimegyek a boxba, és itt nagyon-nagyon nehéz eltalálni, hogy hol kell fékezni, ezért én nagyon-nagyon óvatosan mentem be, ami nem feltétlenül volt jó, mert még buktam több másodpercet, és ezen a ponton nagyon-nagyon bíztam abban, hogy az AI bizony csatázni fog valahol a pályán, és épp ezért talán előzhetek is, de hogy láthatjátok, Hamilton is, Räikkönen is, Vettel is, és Bottas is elém jött vissza, szóval a hetedik helyre visszaestem úgy, hogy még három játékos előttem ment ki. Itt közben hallhattátok Jeffet, legalábbis annyit, amennyit nem beszéltem bele, hogy Verstappennek problémájuk adnak, és itt erről is szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi ez a sok probléma az AI-nál, írjátok le esetleg kommentbe a véleményeteket, miközben Daniel Kwiat úgy látszik, hogy Lance Stroll mellett megy el, legalábbis itt a sisakból úgy nézem ki, hogy az nem zöld, nem brazilos, hanem ilyen strollos, igen, ilyen kékes, de ki is megy a boxba, szóval sok értelme volt az orosznak ezt cselekednie, mögötte jön ki egy McLaren is, és a két Red Bull is nagyon gyűstöli egymást, ugyanis Daniel Ricciardoval utazunk most, aki a szuperlágy gumikon van, de előtte majd látni fogjátok, hogy Max Verstappen a közepes keveréket rakta fel, magyarul Verstappen egy kiálláson van, miközben Ricciardo kettőn is, most nagyon-nagyon jó lenne az Ricciardo számára, ha Verstappen nem tartaná fel őt, hogy tényleg ki tudják autózni azt a különbséget, ami a két kiállásban kell, hogy tényleg működjen, de ahogy láthatjátok, Verstappen irányt vált még a fékezés legutolsó pillanatában is, pont úgy, ahogy igaziban, és Ricciardo belenézett volna be egy sívre, de utána be kellett fékeznie, hogy nehogy összeütközzen a két autó, majdnem kimondtam ezt a szót, és ez nem egy okos döntés a Red Bull részéről, itt kéne valami csapatutasítás, tolja le a pályáról Ricciardo Verstappen, tolja le a pályáról, ez egyáltalán nem jó, és ez egyáltalán nem elegáns Verstappen részéről, ugyanis Ricciardónak most pont az lenne a lényeg, hogy üres levegőben kiautózzon egy előnyt, mert ő még egyszer ki fog menni majd a boxba, míg Verstappen nem fog kiesni, és ha most Verstappen őt feltartja, akkor mindennek annyi, Ricciardo nyitja a DRS, Ricciardo bemegy belső ívre, és füstölnek a kerekek, és Ricciardo elfékezi az autóját! Ricciardo elfékezi, meglátogatja a füvet, azt se tudja hol van, ezzel vesztett vagy 5-6 másodpercet, gratulálok Red Bull, ezt így kell csinálni. Engem igazából nem annyira izgat ez, mert én a Haas-szal vagyok, és pont nem érdekel, ha a Red Bull kevesebb pontot szerez. Ahogy láthatjátok, Ricciardónak már megvolt a pozíciója, és elfékezte, de ezt a nyomást Verstappen rakta rá, ez nem volt egy okos döntés a holland és a csapat részéről, hogy így történt, miközben elől egy Force India is, az a sérült Ricciardo is csatázik,
aki lelkileg sérült szerintem, mint inkább autóilag, és ezért Hülkenberg is próbálta megelőzni az egyik Force Indiát, aki ahogy sisakból látom okon, de igazából csak benézett ott és nem tudott vele mit tenni. Kimi Räikkönen is itt van egy következő Williams Mercedes mögött, aki szintén nem tudom ki, és itt próbálja támadni, az Lance Roll lesz, aki védi a bensívet, és Räikkönen kicsit hozzá is ér. Findenberg, hát nem mögötte legyél, hanem kérlek szépen mellette úgy kell előzni, hát átszublimálni nem tudsz az autóján Lance Rollnak, és nem tudta megelőzni, hiába van sokkal jobb autóval, sokkal jobb gumikon, és megint tolja le a pályáról, nagyon-nagyon közel van, de itt el kell venni a gáz, mert a gyors kanyarban nem kockáztatja meg Räikkönen az, hogy mellé érjen, és közben Hamilton, vagyis aki két kiálláson van, is tolja le őket a pályáról, akinek szintén nagyon nem jól jön ki ez a forgalom, mivel neki is most üres levegőben autóznia kéne a frissebb, lágyabb gumikon lévő előnyt. Ebben a hármasban talán a Mercedesnek az erőforrása a legerősebb, amit láthattok is, hárman vannak egymás mellett, Hamilton a bensőben talán kettőt előz, de a Jégenberg kívül ott tartja! Hát ez agyabeteg! Úristen! Úristen! Räikkönen mit művelt? Itt láthatjátok az onboardot mind a két pilótából. Mekkora tempót vitt, tehát majdnem hozzáért Hamiltonhoz. Úristen! Hát itt nem volt kérdés. Ezek közben egy kopott lágygumin lévő Renault üldöz Sebastian Vettel kolléga, aki alapból vezetni a versenyt, ha úgy néznénk a dolgokat, és itt DRS-en nyilván nem lesz kérdés, hogy meg fogja tudni előzni, majd ha jól látom, akkor az Julian Palmer, de ő is elfékezi, mi van, Ricardo után Vettel is elfékezi az autóját, és nincs meg a pozíció, és Vettel mögött ott van Bottas is, és lehet, hogy egy ugyanilyen három egymás melletti jelenetet lejátszunk majd Vettellel, Bottasszal, és ezzel a csodálatos Renault-val, aki szerintem Hülkenberg, mint amit lejátszottunk Hamiltonnal és Räikkönennel és az egyik csodálatos Williams-szel? Nem tudom, de nem következik reklám, hanem egyből mi nem RTL vagyunk, megyünk tovább, és Vettel nagyon-nagyon közel van a Renault-hoz, nyitja a DRS, de megint a Mercedesnek és Valtteri Bottasnak a legerősebb a motorja, aki bemegy belsívre, és ő itt talán kettőt előzhet, és Vettel talán most nem olyan ügyes, mint Räikkönen, és nem tudta ott tartani kívül az autóját, ezért Valtteri Bottas megelőzte Sebastian Vettel, ami azt is jelenti, itt most kicsit elfékezi, talán Vettel vissza tud támadni, nem tud visszatámadni, szóval ez a pozíció azt jelenti, hogy Valtteri Bottas vezeti a versenyt, Valtteri Bottas a negyedik helyről rajtolva vezeti a versenyt, lehet, hogy második helyről rajtolt, nem tudom, és itt közben Hamilton és Räikkönen is csatázik, úristen, milyen közel vannak egymáshoz, micsoda versenyzés, látunk hölgyeim és uraim. Ez egy visszajátszás, mert ez pont ugyanabban a körben történt, amikor itt Vettelék és Bottasék kalandorkodnak. Räikkönen még mindig védekezik a keményebb keverékű gumikon a két kiállással lévő Hamilton ellen, ami számomra nagyon-nagyon jó, mert a bajnokságban a második helyen Hamilton van, és ő még egyszer ki fog állni, szóval mögén fog visszakerülni, és valószínű nem fog tudni ekkora előnyt kiautózni hozzám képest, hogy legyen egy kiállásnyi előnye, és utána utolérni sem fog tudni már. Itt Hamilton kívülről próbálkozik, megint integet Räikkönen, megint integet, és mit mutat az operator, kapcsolj már vissza, össze is ér a két autó, uramisten gyerekek, mi van itt? És Räikkönen még mindig megtartja a pozíciót, nem hiszem el, Hamilton már ki lehet készülve, úristen! Hát mindjárt leszakad az első szárny, hát ezt nem hiszem el, és még mindig hősiesen védekezik a Finnember, ilyet nem láttunk, és nem Finnember, hanem Jégenberg, de én nagyon-nagyon izgatott vagyok, nem hittem volna, hogy egy AI csatája ennyire lázba tud hozni, de ez a Forma 1, ez amit látni szeretnénk élőben is, itt Hamilton nyitja a DRS-t, mindent rátekér arra a Mercedesre, óriási tempókülönbséget alakít ki, bemegy belsőre, és itt már Räikkönen nem tud ellenkezni, jaj, majdnem elfékezt Hamilton is, basszus, mi történik itt a pályán, gyerekek? Hú, kéne egy kis levegőt venni, az alatt azt mutatom, hogy a 15. kört kezdem meg, és még mindig a 4. pozícióban vagyok, ami egy csodálatos dolog, egy helyet kéne még valahogy szereznünk, hogy a dobogóra feljöjjünk, de még van a verseny fele hátra, és még van egy kis izgalom, amit nekem le kéne kommentálnom. Itt Sebastian Vettel támadja közben Valtteri Bottas, aki védekezik, és ez az első helyért megy ez a csata, és ahogy láthatjátok,
nem tudta Vettel megelőzni Bottas, de ő is most nagyon-nagyon közel van, és ő megmeri csinálni, megmeri csinálni belsívről, megmeri csinálni, és összeér a két autó, és Vettelnek annyi, Vettel versenyének vége! Itt a visszajátszás, úristen, ezért nem szabad ezt megcsinálni belülről, a kopszba padlógázas kanyar! Ezt nem szabadott volna, és ahogy láthatjátok, én is megelőzöm Vettel, és nekünk ott a dobogós pozíció. Ott a dobogós pozíció, még mindig sárga zászló van, de safety car nem jön be, mert ahogy láthatjátok, a térképen most már zöld zászló van, és van mögöttünk egy mozgó autó, a Sebastian Vettel lesz, aki ezzel egy olyan 10-15 versenyt, bocsánat, 10-15 másodpercet veszett hozzánk képest. A német kockáztatott, és ezt talán nem kellett volna megtennie, Raikkonen a második, és Bottas vezeti a versenyt, aki most Raikkonen mostani formáját nézve lehet, hogy könnyen nyer, de az is lehet, hogy nem, mert itt a verseny végéhez érve már látjátok, hogy Raikkonen folyamatosan közeledik Bottas felé, és ez már az utolsó kör, itt nagyon-nagyon sok kört átugrottunk, de igazából semmi akció nem történt, és ez az utolsó kör, itt dől el a verseny végeredménye. Raikkonen utolérte Bottas, valószínű, ez annak is köszönhető, hogy a Mercedesnek sokkal rosszabb a gumikímélése ebben a játékban is, de hogy a valóságban is, mint a Ferrarinak, és Raikkonen ott van Bottason, ugyanakkor Bottasnek a végtempója biztos, hogy nagyobb lesz, mint Raikkonennek. Nyilván ez, ha Raikkonen nyitja a DRS-t, és szélárnyékban ott van, akkor ez nem igaz, de nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a Jégembernek a futamgyőzelem megszerzése érdekében. De nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz, az utolsó szektor fogják megkezdeni a bal jobb, és kicsi bal törés kombináció után. Raikkonen nyitja a DRS-t, ez az utolsó támadási lehetősége. Nekem meg ez az utolsó levegővételi lehetősége. Raikkonen benn van a szélárnyékban, Raikkonen benn van, Bottasnak füstölnek a kerekei, összeér a két autó, elment a hangom, úristen, úristen, megvan neki, megvan a győzelem. Azt a mindenit, Raikkonen megnyeri a britán nagydíjat. Ami brit, de nem érdekel! Azt a mindenit! Én bejövök a harmadik helyre Vettel, nem tudott utolérni! Hú! Milyen verseny volt ez? Látunk-e még ilyet valaha? És örül Grosjean is! Nyolcadik helyen beért a Haas-szal! Azt a mindenit! Azt a két agyamentet! Azt a négyet! Amit csinált ma a Mercedes és a Ferrari, az autósport ünnepe! Palik Lászlót idézem! Úristen! Csak azt remélem, hogy nem torzított a hangom a mikrofonba, de ha igen, sem érdekel! Köszönöm szépen a figyelmet, szerintem ez megérdemel egy lájkot, 400 után a következő rész, iratkozzatok fel a csatornámra, én iszok egy nyugtató hatású teát, mert ez brutális volt! A bajnokságot vezetem immáron 33 ponttal. Sziasztok!